Stuttgartban egy vadonatúj uszodában rendezték meg a hagyományos versenyt, amelyen a legkisebbektől a felnőttekkel bezárólag 1200-an álltak rajtkőre. 3600 alkalommal dördült el a rajtpisztoly, a mezőnyben pedig ott volt 5-17 éves nyíregyházi úszó is. Bár ketten betegség miatt itthon maradtak, a kis csapat 19 éremmel tért haza Németországból. A legeredményesebbnek Barna Bianca bizonyult, aki 7 számban indult, és mind a 7 számban elsőként csapott a célba. Ráadásul úgy nyert, hogy Jugend A kategóriásként, difiként a felnőtt korosztályban is első helyezett eredményeket ért el. Én azt gondolom, hogy nagyon jó a felkészülése, több számba tudott egy-két egyéni csúcsot javítani már itt a szezon elején, a 100 pillangón rögtön az első számán például, de az egyén legjobb számába is közel volt már az egyéni csúcsához. Egyre jobb formát mutat, egyre jobban áll neki ez a több számos versenyzés. Reméljük, amikor legjobb lesz, akkor már csak formába hozás és a legjobb kijöhet. A többiek is nagyon sok érmet nyertek, ez is bronz, illetve aranyérmeket. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen verseny nagyon jó a szezon elején motivációs célzattal is. Az ifjúsági válogatott A keretébe bekerülő úszónő a mellúszás mellett a gyors és vegyes úszó számokban is szeretné felvenni a versenyt a legjobbakkal. Ennek tükrében örült annak, hogy különösebb rákészülés nélkül így tudott szerepelni Németországban. Ugye a felkészülés alatt nem terveztünk így gyorsítani erre a versenyre, illetve így nagyobb felkészülést erre innen fordítottunk. Edzésből mentünk és próbáltunk minél több számot úszni, ami így egy külön edzésnek is megfelelhetett. Úgy érzem, hogy egyébként nagyon jó formában voltam így ahhoz képest, hogy tényleg edzésből mentünk, mert a 7 számból 3 egyéni csúcsot sikerült úsznom, ami egyébként nagyon biztató így a jövőre is nézve. Illetve szerintem nagyon jó tapasztalat volt, és egy jó kis kikapcsolódás is szerintem mindenkinek. Mint a szakágvezető elmondta, olyan úszókkal utaztak Stuttgartba, akiktől a legjobb eredményeket várják az idei versenyeken. Ezek eléréséhez pedig több ilyen megmérettetésre van szükség. A napi rutinból kiszakadva egy ilyen versenyen új közegben, új társaságokkal, svájciakkal, németekkel és magyarokkal versenyeztünk, illetve magyar csapatként mi voltunk kint. Már a lelátón sokan köszöntek rá, jó napot kívánok, tehát több magyar versenyzett a német csapatoknál, vannak német gyerekek, vagy tehát német-magyar gyerekek, akik kint versenyeznek. Én úgy gondolom, hogy a versenyen kívül is elég jó programot tudtunk találni, ugye a délutáni programba kapcsolódtunk be, délelőtt mindig volt egy kis idő, ellátogattunk egy múzeumba, megnéztük a Königstrasse-t, tehát volt egy kis városnézés. A nyíregyházi úszók legközelebb február 25-én a hazai rendezésű 4. NSC kupán állnak rajtkőre. Az előzetes nevezések alapján a magyar klubok mellett több román és szlovák egyesület versenyzői is ott lesznek a városi sportuszodában.